A tabellán elfoglalt helyezések alapján kiegyenlített mérkőzésre lehetett számítani, és az első negyed óra igazolta is a várakozásokat. Sokáig fejfej mellett haladtak a csapatok, 6-6-ot követően aztán 3 góllal elléptek a vendégek. A játékrész hajrája azonban a hazaiaknak sikerült jobban, így 11-11-es állásnál vonultak pihenőre a játékosok. A második félidő derekára a Kisvárra épített 3 gólos előnyt, és ezt tartotta is a végjátékig Bakó Botond együttese. Az 57. percben 21-18 volt az állás, aztán viszont már csak az érdiek találtak a kapuba. 7 másodperccel a meccs vége előtt döntetlennél időt kértek a vendégek, majd Kisvárt is 1 másodperccel a végső dudaszó előtt megszerezte csapata 22. egyben győzelmet jelentő gólját. Nagyon örülök ennek a győzelemnek, nagyon ránk fért, sok olyan meccsünk volt, amit a végén vagy a második félidő, második játék részében vesztettünk el. Különböző okokból kifolyólag én nagyon örülök, én jó csapatnak tartom a Kisvárdát, őszinte leszek, azért minden pontot elvinni nem könnyű, sőt nagyon-nagyon nehéz, másoknak is borzasztóan nehéz lesz talán, hogyha egy kicsit jól belegondolok, akkor azt mondom, hogy én azért, ha lojális vagyok az X, mert nagyon-nagyon szépen küzdött mind a két csapat. Én azt mondom, hogy az X az mindenki számára talán korrekt, vagy nem is korrekt, megnyugtatóbb lett volna, de attól függetlenül nagyon örülök ennek a két pontnak, és én továbbiában nagyon-nagyon sok sikert kívánok a Kisvárdának a bajnokságba, és biztos vagyok benne, hogy el fogják érni a célukat. A hazaiak edzője a támadó játékuk gyengeségében és a döntő pillanatokban elkövetett hibákban látta a vereség okát. Azt gondolom, hogy az utolsó 5 percben az, hogy nem tudtunk gólt lőni egyet sem, az megpecsítette a sorsunkat, és gyakorlatilag az egész mérkőzésen jellemző volt, hogy a közös labdákat nem tudtuk megszerezni, azokból rendre rosszul jöttünk ki, ráadásul ma a bal szélső pozícióban is nagyon gyenge százalékkal lőttünk, átlövők is gyakorlatilag elvétve találtak gólokat, úgyhogy a támadó játékunk az tragédia volt, azt gondolom. Nem tudtuk megoldani azokat a területbontásokat, amiket elterveztünk, és a végén nem volt olyan meghatározó egyéniségünk, aki a kezébe veszi és eldönti kulcsszituációban a mérkőzést. Az NBA tabelláját a Siófok vezeti 14 mérkőzésen szerzett 22 pontjával, megelőzve a kevesebb meccset játszó, de egyaránt 100%-os Ferencvárost is Győrt. A 6 ponttal 9. helyen álló Kisvárda szombaton, a 4 ponttal 13. Szombathely otthonában lép pályára.